A legenda szerint az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc nem csak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. A Kertvárosi Óviban is fontosnak tartják ezt, így az örökös zöld óvodában kiemeltem fontos ünnep a madarak és fák napja, a földnapja és az állatok világnapja is. Az intézmény vezetése azt vallja, az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, ezért céljuk a személyes példamutatás, a magatartás minták és az ismeretek adása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. A gyermekeknek szánt óvodai dalanyagok, mondóka és mesevilág erre kimondottan ö, ö, jó ö, Motivációt biztosít. A gyermekeknek van egy különleges kapcsolata az állatokkal, igazándiból a legnagyobb motiváló erő, amivel mi tevékenységbe tudjuk őket hozni bármilyen hüvetségi területen. Az óvodában minden gyermeknek van kedvenc állata, többeknek pedig van, vagy volt házi állata is. Hat éves vagyok, mivel visszamaradtam egy évet, és régen nekem is volt kis kutyám, úgy hívták Áfonya, de az már nagyon öreg volt. Az Oviban három napos program sorozatot szerveztek az Állatok Világnapja alkalmából. Tegnap a mozgásé volt a főszerep, ma a különböző élőhelyek állataival ismerkedtek a gyerekek, holnap pedig alkothatnak, termésekből, zöldségekből, gyümölcsökből készítenek majd állatfigurákat.